Ma egy csodálatos spanyol ételt hozok nektek, ami nem más, mint a paella. Ráadásul egy felturbozott verzió jön kagylóval és langusztinnal. Imádni fogjátok, figyeljétek! Jó, elismerem, hogy ez a langusztin egy kicsit erős kezdés volt, én nálam se szokott gyakran megjelenni, de ha már az egyik tengerész haverom küldött nekem egy zsákkal, akkor miért ne készítenék belőle kaját egyébként garnélával, sima bolti garnélával is lehet helyettesíteni. A langusztin az egyrészt szexibb, csodálatos, fancy kis ólói vannak, amikben nagyon kevés hús azért akad, de az igazi izgalmakat a farok rész adja, ez szintiszta hús. Na most ez a paellához, hát egy négy ilyen csodás kis langusztint fel fogunk használni. Az első a dolgunk az lesz velük, hogy kapnak egy pici hőkezelést, nem fogjuk teljesen elkészíteni, de egy jó forró serpenyőben, vagy pedig egy ilyen óriás lábosban, amiben itt ma dolgozok, ebben elősítjük őket. Azért kell, hogy ilyen hatalmas felülete legyen az edényünknek egyébként, mert a paella készülése, paellának pontosan az a lényege, hogy nagy felületen kiterítve alul lepirul a rizs, egyébként meg megpárolódik, na hát egy ilyen edénybe most repülnek bele a langusztinok, hogy egy pici hőt kapjanak, elszíneződjenek és elősüssük őket. Nagyon forrónak kell lenni a serpenyőnek, kicsit át kell forgatni ezeket a langusztinokat, vagy éppen garnélákat. Nem kell nekik sok idő, egy pár perc és nézzetek meg, hogy milyen csodálatos színük lett. Kaptak egy kis hőt, ezek most félkész állapotban figyelnek tovább ebben az alufóliában, amiben szépen becsomagolom őket. Jöhet még egy kevéske olaj, és erre szépen most jön két darab közepes méretű vöröshagyma, finomra aprítva, illetve három szál angol zeller, szintén kis apró darabokra vágva. Két darab paradicsom felkockázva szintén repül az összes többi zöldséghez, és hát akkor még nem is beszéltünk a fokhagymáról, amiből rengeteg kell, szerintem legalább 5 gerezd, megroppantva, darabolva, serpenyőbe dobva. Tolunk rá egy kis sót, így. Hát itt a kicsi az persze idézőjelben van, mivel óriási a serpenyőnk, hogy ez a lábas, hogy minek, nem tudom minek nevezzem ezt, mindegy. De hát egyébként ez most egy hatadagos cucc lesz azért. Bors szintén megy rá, és ezeknek a spanyol paellaknak a jellemzője, hogy gyakran kombinálják a tengeri kütyüket hússal, vagy például kolbásszal, most ebben az esetben is ezt fogjuk csinálni, egy kis chorizo, rendes chorizo kolbász, karikára vágva, mehet rá a zöldséges alapra. Gyors összekavarás, hagyom, hogy egy kicsit a zöldség is elkezdjen pirulni, a kolbász is elkezdjen pirulni, brutális illata van már most az egész cuccnak. Most itt hirtelen fel fognak pörögni az események, pirul a zöldség meg a kolbász. Közben itt van nálam egy kis alaplé, tök őszinte leszek veletek, bolti alaplevet használtam, oké, nyírjatok ki, kommenteljetek be, akkor is ez van. Ne adj Isten, még víz is, sima víz is működni fog, képzeljétek el, mert eleve annyi zöldséget belepakoltunk ebbe a serpenyőbe. Amit pedig most beleszórtam, az a világ egyik legdrágább fűszere. Először is gondolkoztam rajta, hogy inkább kihagyom, de hát rájöttem, hogy miért spórolnék ezzel a dologgal, amikor nektek készül a videó. Sáfrány. Sáfrányt raktam az alaplébe, ezt elkeverem, elkezdi szépen kioldani a csodálatos sárgás színét, ez a kis ízesítő. Hát ez elengedhetetlen, kihagyhatatlan, hogyha spanyol paella készül. És amíg oldódik szépen ki itt a sáfrány, addig, hogyha megnézitek, elkezdett odapirulni egy kicsit a kolbász, odapirult a zöldség, annyira, hogy gyorsan befűszerezzük még egy kicsit. Ugyanis van még egy fontos dolog, amit nem lehet kihagyni, füstölt paprika, gyerekek. Spanyol paellába füstölt paprika, az kell. Ezzel is összekeverjük az egészet. És jöhet a rizs, gyerekek. Egészen pontosan fél kiló rizst fogok használni, arboriót, tehát olyan rizst használtok, ami egyébként a risottónak is megfelelő. Szórjátok bele az edénybe, forgassátok át. Kb. Úgy, mint egy risottónál itt, és egy picit hevítjük a szemeket, nem pirítjuk oda, csak hagyjuk, hogy áttetszővé hevüljenek, és hogyha ez megvan, akkor szépen rázuttyantjuk az alaplevet is. Ezt a paella alapot most el kell kezdeni forralni, és körülbelül 5-6 perc forralás után le lehet venni a lángot, hogy csak közepesen rotyogjon, inni. És akkor most elkezdünk foglalkozni egy következő nagyon-nagyon fontos hozzávalóval, a fekete kagylóval, mert hogy ezt is bele fogjuk most pakolni ebbe a kajába. Fekete kagyló, szintén, hogyha az ember egy kicsit rá van izgulva, akkor most már elérhető, viszont nagyon fontos két dolog. Az egyik, hogy meg kell tisztogatni, ez már úgy nagyjából megvan, de azért nézzétek, meg vannak rajta ilyen kis
ráragadt szálacskák, ezeket egyszerűen késsel le kell így kaparászni, erről beszélek, ezeknek nem kell rajta lenni. És hogyha az általános kaparászás megvolt, akkor érdemes átmosni, és a másik pedig, hogy csekkolni kell, hogy a srácok életben vannak-e még, mert hát ez kegyetlen dolog, de sajnos élő állapotba kell bekerülnie a kagylóknak. Hogyha találtok olyan kagylót, amelyik nyitva van, próbálok mutatni egy olyat, az előbb volt, de bezárta magát, ha most megijedtek a kamerától, de van olyan, hogy nyitva van, hogyha párszor erősen rányomtok két ujjal, akkor hogyha összezáródik, akkor az azt jelenti, hogy csak egy kicsit elszundikál, de még életben van, viszont hogyha nyitva marad, akkor az kuka. Szóval csak a zárt verziók mehetnek bele egyenesen a lábasba. Pálya készítés leglátványosabb, legcsodálatosabb része. Nézzétek meg, hogy a fekete kagylók szépen elmerülnek ebben a zöldséges, rizses cuccban, és közben a hő hatására, nézzétek meg, elkezdtek kinyílni. Nem csak, hogy kinyíltak, de bennük lévő kis tengervíz, sós aroma, az is belekeveredik ebbe az egész ételbe. Na mostantól már nem kell rázogatni vagy keverni, csak hagyni, hogy alacsony lángon elkészüljön kb. 15 perc alatt. Felaprítok egy kis petrezselymet, és ezt is rászorom, meg persze hát itt vannak a csodálatos langusztinok, amiket az utolsó 10 percben rakok rá. Ezeket a farok részüknél visszahajtva pakolom rá a paellára, és kicsit belenyomkodom őket a rizsbe. Elzárom a lángot, és fedő alatt hagyom még az egészet 5 percig pihenni, aztán meg is vagyunk. Tányérba szedek a finom fűszeres rizsből, és erre pattintom a langusztint. Ezzel a paella el is készült. Töltsetek mellé egy pohár pezsgőt, ha már ilyen fancy kaja lett ez, vagy pedig tegyétek el a receptet a szilveszteri bulira. Hát az embernek nehéz összeszedni a gondolatait, annyira sok íz van ebben. Ott van ugye ez maga a rizs, a tökéletesen elkészült rizs, alul kicsit lepirult, egyébként eddig pontosan jól készült el. Ott van a chorizo kolbásznak az erős íze, ott van a füstölt paprika, a fokhagyma, a zöldségek, a kagyló, aminek kifolyt a leve, és egy kicsit felpörgette az egészet, és hát az egésznek a koronája, az a langusztin, láttátok, hogy a farka milyen csodálatos húst rejt magába. Szóval próbáltok ki a receptet, nagyon megéri. Ja, és persze iratkozzatok fel a csatornánkra, na szevasztok! A karácsonyi receptek támogatója az Electrolux. A videót a Törlei Pezsgő pincészet támogatta.